Temesi Istvánné Ilona néni ebben az esztendőben 98. születésnapját ünnepelte. A látása már nem teszi lehetővé, hogy olvasson, de szerencsére mindig akad a környezetében olyan, aki szívesen felolvas neki. Ugye már ugye ez az időskorban, ez az egyik legnehezebb, hogy még az aktívkorú családtagok ugye elmennek és végzik a napi feladatokat, az igen. Ember meg ott marad ugye egyedül. Bizony. De hallom, hogy akkor van egy megoldás, tehát van igen, van, azért, ugye, van társ, van, aki... Van. Az fontos. Van. Meg van, amikor sok gondolni a mások három házzal lakik arra. Sokszor már, hogy mondjam, egy névnapi, hogy vacsorára igen. Meghívnak, már megmondtam, senki se haragudja rám, de én már este... Mert fárasztó, igaz? Azt mondtam, és ha sokat... Hát sok mondjam, ember van. Beszélek, akkor lehezzen megy a levegő. Ugye, hát nem szabad szólnom, a jó Isten segít. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt találkozni, és mindig örömmel és izgalommal izgatottan jövök, úgyhogy mindig izgatottan jövök a találkozásra, és mindig olyan jó megnyugvás van a lelkemben, hogy ugyanolyan, mint amikor nagyon-nagyon minimális változás van ahhoz képest, mint amikor először találkoztunk, és ez olyan jó dolog, hogy ilyen, olyan igazán lassú ütemű az öregedés. És hogy jó esélyünk van rá, hogy a század is meg tudjuk ünnepelni. Jövőre ugye két olyan szám lesz, hogy oda-vissza mindenhonnan ugyanannyi, ha megéljük, ugye a 99. Igen. Remélem, hogy ezt a szépet is megünnepeljük, meg aztán a kereket is. Hát igen, ennek... a gyerekek nagyon aranyosak, a lányok is. Az ebédidő alatt sokszor 10-15 percre itt vannak. Nagyon jó. És akkor megnézem. Jó. Hát ugye asszonyok, nekik is elfoglaltságukban, persze. Után muszáj. Én mondom is, nekem ennyi elég, mert láttalak benneket. Jó. Hát nagyon sok szépen köszönöm. Sok szeretetben eltöltött percet, órát, napot kívánok, minden jót. Jó. Minden jót, a lehető legjobb egészséget, az amikor jönnek a frontok, akkor azt vészel át minél könnyebben, azt kívánom. És hozzák a gyógyszert és segítenek rajta. És hogyha tetszik imádkozni, akkor a nagyobb közösségért is tessék. A városért, az országért. Mind országért, városért, emberekért. Köszönjük szépen, köszönjük. Bizony. Ilona nénitől elköszönve látogatást tettünk Molnár Sándornál, aki 91. életévét töltötte be. Nagyon szeret csakkozni, de partner hiányában számítógépen vagy egyedül játszott eddig. Víg Imre ugyanilyen szenvedéllyel van a sakk iránt, és már közösen játszanak alkalmanként. A köszöntés alkalmával is épp a második parti ment. Már van egy királynővesztés? Mind a kettőn elvesztettük. De utána ott is hiányzik, mind a két oldal. Mind a két oldal. Két futójával mindig elvesztettem a futóját. Ugye? Nekem is két bársébe, egyformán állunk. Egyformán állunk. Valamivel több, hogy hívják. Hát annyi van, hogy neked van, ja, de mind a kettőtöknek egy futó. Tehát három vezéretek van, meg a királynő. Ja, ja. Hát akkor itt nagy kaszabolás volt. Nagy kaszaboltunk egy kis. A harmadik helyszín pedig Balogh Vince bácsiék otthona volt. Istenéntesse 95. születésnapja alkalmában. Tudja maga, hogy mikor, milyen időre van. Mikor kell jönni, igaz? Amikor jó idő van. Minden jó. Vince bátyám. Azt teszem. Nem tudom, hogy még azért egy-egy pohárból azért még lecsúszik néha, ugye? Igen. Vince bácsi két hete elesett és kórházba is került, de szerencsére már otthon van és családja körében lábadozik. Papáról még elvittem, mikor? Hát ez már 10-akárhány éve ezelőtt még. De ide sokat jártunk moziba. Még amikor 2 forintos jegyekkel jártunk sokat moziba, és aztán már szeretett moziba járni, és én akartam mutatni neki, hogy most milyen mozik vannak. És akkor elvittem még moziba. Elvittem még ilyen? Ilyen cinema, persze. Igen. Még a Tom Brady filmre. Hú, az nagy élmény volt. És emlékszem, egy gyönyörű tibeti tájjal kezdődött a film, és akkor papa ott ült, és mondja nekem, hogy
Ilyen tényleg van ám valahol. Ilyen tényleg van ám valahol. Meg hát nem ment. Vagy Balatonra is jött velem, igen, jött velem, mentünk Veszprémbe is. Kérdezte, hogy erre van a Balaton? Hát mondom, hát Veszprém, hát mondom el, de a 8-ason mentünk is. Már negyedszer kérdeztem, mire leesett, mondom, papa volt maga már a Balatonnál? Hogy ne lett volna, ő 45-ben oda vitték Levente képzőt, hogy ne lett volna. Mondom, akkor megyünk a Balaton. 45-ben? Könnyei folytak, ahogy meglátta. És oda ment a horgászokhoz, és akkor elkezdett velük beszélgetni. Nem szeretik azok, hogyha hozzájuk szólnak, de ott őt mindenki, tehát ők beszélgettek. Hát ez vagy 15 éve lehet, vagy inkább 20 éve. Töltöttek mindenkinek egy pohár italt, és felköszöntötték Mince bácsit. Erőt, egészséget, borgódnak, békességet. Hordónak, feneget, pohárnak, füvet, hogy ilyen belőle eleget. Akkor így legyen. Isten éltesse, Vince bácsi. Minden jót. Ilonka néni magának is, egészségére, Isten éltesse magát is. Magának nyáron van, ugye a születésnapja? Mire emlékszik legjobban? Mi az, ami legjobban megmaradt az eddigi 95 évből? Tartsanak önök foglalkozni vele. Arra szívesen emlékszik arra az időre? Ott szolgáltam. Én is ott szolgált béres harcoknál. Én meg a plébánál, Esperesnél szolgáltam. Uh-huh. És a anyka is ott, és akkor biciklivel kellett Sáriba hozni, meg vissza is biciklivel. Taksonyon, nem? Itt van. Hát. Némedin leültünk az árok szélén, mert igen, már voltak zsibadva a láb, nem tudtam. Megállom, mikor leszálltam a bicikliről, hogy lógtam, hogy Sáritól Németig, lógott a lábam. És ott, sose, azt nem felejtettem el. Nem volt a nagy árok szélén, olyan zöld fűhó. Apuka szokott barkácsolni, miért nem csinált, ami láttál, azt tudom. Falu szélén a kis Duna ág folyt, és akkor azon volt egy sziget. Kis szigeten a kocsma. Igen, egy kis kocsma. Kis kocsma. Oda jártunk abba a kis kocsmába. Igen, itt volt egy kis terasz, mellette volt például a másik helyiség, ott az ablakon kukucskáltunk ezekre a lyukra. Akkor volt kis sziget, és mellette volt a sziget Szent Miklós, ha hallottak. Persze. És akkor ott szövődött a szerelem? Hát ott a szigeten is. A Sáriban se tudtam, hogy létezik. És el kellett menni Taksonyba, hogy egymásra találjanak. Nyáron ismét látogatást teszünk majd náluk, hiszen Ilonka nénit is felköszöntjük születésnapja alkalmából. Ősszel pedig 75. házassági évfordulójukat fogják ünnepelni.